A kormány tervei szerint a 2016-os költségvetést a jövő héten terjesztik be az országgyűlés elé. A tervezet részleteiről Vécsei László országgyűlési képviselő tartott sajtótájékoztatót április 29-én. Az elmúlt 5 év kormányzása bebizonyította, hogy Magyarország teljesítménye folyamatosan nő, nő a Magyarország iránti bizalom, és erősödik a gazdasági szereplőknek a figyelme Magyarország iránt, és az a folyamat, ami elkezdődött 2010-ben, nevezetesen az adócsökkentések folyamata, ez a adott körülmények között továbbra is lehetővé vált ennek a folytatása. Ezért elmondható, hogy a 2016-os költségvetés tervezete alapján már jól látszik, hogy a 16-os költségvetés is az adócsökkentés költségvetése lesz. Ezek a tervezetben jelenleg már látható adócsökkentések természetesen nagyon jó hatással lesznek a Gödöllői, az Aszódi járás településein élő polgárokra is, ezért indokoltnak tűnik, hogy a polgárok számára tájékoztatást adjunk erről. Ennek a 16-os költségvetésnek a segítségével remélhetőleg mindenki legalább egy kicsit előre tud majd lépni, úgy a saját életében, mint a családjában, mint a vállalkozásában, tehát mindenki számára tartalmaz előnyös és jó intézkedéseket ez a költségvetés. Elmondhatjuk, hogy minden magyar állampolgár számára jó híreket tartalmaz. Én ezek közül a sajtótájékoztató keretében 4 területet szeretnék megemlíteni. Az egyik ahhoz kapcsolódik, hogy a 2010-es kormányváltás után a kormány gazdaság filozófiájának az egyik sarokköve lett, hogy a munkából származó jövedelmeknek a terhét csökkentse. Mint bizonyára sokan emlékezünk rá, az akkor 32%-os személyi jövedelemadót a kormány már a 11-es költségvetésben 16%-ra, tehát felére csökkentette. Ezzel a megfelezett személyi jövedelemadóval elmondható, hogy az elmúlt időszakban már több mint 3600 milliárd forint maradt az emberek zsebében a családoknál. Az idei, illetve hát a jövő évi költségvetés a tervezete szerint a személyi jövedelemadót tovább csökkenti 16-15%-ra. Ez az 1%-os csökkentés a számítások szerint 120 milliárddal több pénzt hagy továbbra az emberek zsebében. Most már elmondhatjuk a foglalkoztatás bővülése kapcsán, hogy több mint 4 millió ember zsebében. Természetesen ezzel a jövő évi intézkedéssel még nincs vége ennek a folyamatnak, hiszen a kormány továbbra is dolgozik, meghirdetett deklarált célja, hogy a személyi jövedelemadó egy számjegyűvé váljon. A másik fontos terület, amiről szeretném tájékoztatni a Gödöllő és Aszódi járás polgárait, hogy a kormány változatlan célja 2010 óta, hogy a családok terheit tovább csökkentse. Szintén mindenki előtt ismert, hogy a családi adókedvezmény, a családi adózás lehetőségének 2011-es bevezetése óta és az idén várható folytatása, a program folytatásával további 240 milliárd forintos tehercsökkenéssel elmondható, hogy csak ez az egy intézkedés csomag már több mint 1000 milliárd forintot hagyott ott a családoknál. A 2016-os intézkedés csomag mondhatnánk a tipikus magyar családmodellre, tehát a kétgyermekes családokra koncentrál. A kétgyermekes családok esetében a jövő évi költségvetéstől megkezdődik a gyermekenkénti kedvezmény emelése. Már a 16-os év folyamán az eddigi 10.000 forinttal szemben 12.500 forint vehető igénybe, és az elkövetkező évek során eljutunk odáig, hogy megduplázódik ez a kétgyermekes családi adókedvezmény, 20.000 forintra nő gyermekenként. Ez a számítások szerint a családok esetében 15 milliárd forintos adócsökkentést fog jelenteni. Néhány példát is szeretnék elmondani ennek illusztrálására. Mondhatni tipikus családmodelleket lemodellezve, egy
átlagkeresővel rendelkező gyermektelen család esetében ez az intézkedés csomag, ez havi 4700 forintos kedvezményt jelent. Éves szinten egyszerű felszólzással kijön, hogy éves szinten 56 ezer forint marad egy ilyen családnál. Egy olyan család keretében, ahol két minimálbéres kereső van és két gyermek, ez esetben havi 7100 forinttal, azaz évi 85 ezer forinttal több marad egy ilyen típusú családnál. És végül, de nem utolsó sorban a talán legelterjedtebbnek nevezhető családstruktúrában, ahol a két átlagkeresős, két gyermekes család esetében. Itt bizony már havonta 9000-9500 forint is maradhat a családoknál, éves szinten, tehát ez 108000-114000 forintot jelenthet. További jó hír a 16-os költségvetésben, hogy a sertés tőkehúsnak az áfája csökken 27-ről 5%-ra. Ez a számítások szerint 25 milliárd forintos kedvezményt jelent, és külön érdekessége ennek a csökkentésnek, hogy ennek révén kiderülhet, hogy az élelmiszer áfa csökkentése milyen mértékben jut el a lakossághoz. És a további negyedik olyan terület, amiről szeretném tájékoztatni a tisztelt állampolgárokat, és ez gondolom, hogy nagyon sokunk örömére szolgál, hogy a különböző állami közszolgáltatások, illetékek díja csökkenni fog. Lesznek olyanok, amelyek el is tűnnek, amelyek megszűnnek. Ennek révén további 10 milliárd forintot tervez a kormány levenni, mint terhet a családok válláról. Mindezen intézkedések kapcsán azt gondolom, hogy elmondható, és ez a jó híreknek talán az összefoglalása lehet, hogy a mindennapi nehézségekkel küzdő családok számára a 2016-os költségvetés annak végrehajtása további nagy segítséget jelenthet. Úgy Gödöllön, Kistarcsán, Aszódon és a járás településein élő embereknek. Köszönöm szépen a figyelmüket!